Mennyire lepődtél meg, hogy ismételtetek? Nem szeretnék álszent lenni, nyilvánvalóan egy komoly esélye pályáztunk, de azért nem gondoltam volna, hogy idén is sikerült. Tavaly sem gondoltam volna, mégis nyertünk. Ebből is látszik, hogy inkább tényleg maradjak talán a kézilabda edzőségnél, ne a Jósdát próbáljam megcélozni a jövőben. Viccet félretéve, óriási öröm és megtiszteltetés, hogy egyet, amit elér az ember, az nagyon nehéz. Ott maradni, meg talán még nehezebb is megismételni a csúcson maradni. Hozzáteszem, hogy a junior kézilabdázók és a Ferencváros vízilabda csapata ugyanúgy megérdemelte volna ezt a díjat. Arról a nagyon-nagyon sok jó csapatról, aki még jelölés sem tudott kapni, hiszen csak hárman kerülhetünk ide, úgyhogy én nekik is szeretnék gratulálni. Ők is megérdemlik az elismerést. It feels really good to be here. It's a very cool gala to be on, and of course to gathering all the best athletes in Hungary. That's a big thing. Mi volt számodra az a pillanat a előző szezon BL meneteléséből, vagy akár a szezon más versenyből, ami a leginkább megmaradt? Hát nehéz elfelejteni döntetlen állásnál, amikor két-három másodperccel a vége előtt ugye a kis Évire rávezették azt az ígyszert, és az Évike megfogta. Én azt gondolom, hogy talán ez ami, de talán emellett még az a hétköznapokban, és ne felejtsük el megemlíteni, hogy az Ambrus Martin vezetésével érte el ezt a sikert a csapat, csak ugye nyilván ő most nem tud itt lenni, tehát őt illeti az első számú gratuláció. Azok a hétköznapok és az a munka, amit együtt megcsináltunk és elértünk, és ami idáig vezetett. Ott a végén kártagadni volt egy pici szerencsénk is, de aki tesz érte, annak van szerencséje, úgyhogy próbáljuk meg ugyanezt ebbe az évbe ugyanúgy, egy picit más úton, egy picit másképpen megközelítve, de a cél ugyanaz. Last season? For you. Yeah, but for sure it was Final Four and to win it, without any doubt. That was huge for me and for the team, so I hope that we can manage to do the same again. Hogy látod ezen az úton, hogy álltok, hogy haladtok a ismétlés felé? Hát ha az eredményeket nézzük objektíven, akkor egy pontot vesztettünk az elmúlt 30 nem tudom hány mérkőzésből, tehát nem mondom rossznak. Nyilván nagyon messze vagyunk attól, hogy kész legyünk, de nem is baj, hiszen még csak február van. A csoportkört is eddig hibátlanul zártuk, egy pontot vesztettünk, mármint a győzelmek száma és a vereségek számát tekintve. A magyar bajnokságban is eddig csak győztünk, de ne felejtsük el, hogy a java most kezdődik, és nagyon-nagyon komoly elkövetkezendő 3-4 hónap áll előttünk. Próbáljuk folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk, és nagyon remélem, hogy odaérünk minden fronton a végén a bajnoki címhez. Ha így történne, akkor esetleg jövőre edző között is esélye indulhatná? Nyilván, de én azt gondolom, hogy ezt hagyjuk meg előbb a történésekbe, tartsuk be, mint előbb említettük, nagyon rossz jós vagyok, úgyhogy éljünk a mának, és próbáljunk meg arra koncentrálni, illetve ha innen most hazamentünk Győrbe, akkor holnap reggeltől pedig készülünk a Budaörs elleni vasárnapi mérkőzésre. Yeah, we have a really good chance this year as well, but the match just needs to be played before we know anything, and I think also this year Final Four, if we manage to get there, that will be really tough, so we have to just do our job until that.